Sziasztok! Arra gondoltam, hogy beszélek egy kicsit arról, hogyan is működik a média. Nem szeretnék egy mély elemzésbe belemenni, csak néhány lényegi pontot érintek. Egy kis politikai háttér. Demokratikusan működő országokban létfontosságú a hatalmi ágak szétválasztása, mint azt mindannyian tudjuk. Ezek a hatalmi ágak egy feladat törvényhozó hatalom, más néven parlament, végrehajtó hatalom, vagy a kormány. E kettő egyébként a parlamentális demokráciákban némileg összecsúszik, összecsúszhat. Harmadik az igazságszolgáltató, vagy bírói hatalom. Itt nyilvánvalóan a bíróságokról beszélek. És mint negyedik hatalmiág jelenik meg a média. A média egy kétélű fegyver. Alapvetően az a feladata, ugye, hogy információt közvetítsen az embereknek, hogy a hatalmat kritizálja, illetve ellenőrizze, tehát tudósítson a különböző visszaélésekről, korrupcióról, ilyesmiről. Ugyanakkor veszélyes is lehet, mert hogy túlhatalomra tehet szert, vagyis létrejöhet egy olyan helyzet, amikor a média szerzi meg az irányító szerepet. De milyen utat is jár be az információ, amíg eljut az emberekhez, a nyilvánossághoz? Az egyszerűség kedvéért tekintsük át ezen a kis ábrán. Különböző események történnek a nagyvilágban. Van úgy, hogy ezeket az eseményeket közszereplők generálják, ezek az események, melyeket nevezhetünk akár információknak is, eljutnak különböző hírügynökségekhez, vagy kommunikátorokon keresztül, kapuőrökön keresztül, eljutnak a médiába, a médián keresztül pedig eljutnak a nyilvánossághoz, eljutnak az emberekhez hozzánk. A könnyebb értetőség kedvéért most bontsuk részekre ezt az ábrát. Eseményekről ugye nem kell túl sokat beszélni. Valahol kitör egy forradalom, máshol történik egy természeti katasztrófa, egy harmadik helyen megnősül egy herceg. Mindazt mondottam volt van az úgy, hogy az események generálói különböző közszereplők, kormányok, politikusok, királyok, királynők, különböző cégek, cégvezetők. Utóbbiak előszeretettel alkalmaznak úgynevezett kommunikátorokat. Olyan embereket, akik hivatalosan adnak ki híreket, információkat. Ezek az emberek lehetnek különböző szóvivők, sajtóreferensek, egy adott PR team. A világban történő eseményekről továbbá híreket kaphatunk a különböző hírügynökségeken keresztül. Van öt olyan nemzetközi hírügynökség, amely a világban áramló információk 98%-át lefedik. Ezek az angol Reuters, az amerikai AP, illetve UPI, az orosz TASZ, illetve a francia AFP. Az információ ilyen módon tehát eljut a különböző a vagy média dolgozókig. Az ő feladatuk az, hogy begyűjtsék az információkat, illetve feldolgozzák azokat. Tehát a különböző szerkesztők, újságírók, tudósítók döntik el, hogy globálisan, lokálisan, vagy lokálisan, melyek azok az események, amelyek befolyásolják az adott helyen élők életét. Tehát ők döntik el, hogy miből lesz hír. Természetesen figyelembe veszik, hogy mi érdekli a befogadót, vagy ha úgy tetszik, a fogyasztót. Összességében tehát ezen az úton jut el az információ a médiába, és a médián keresztül az emberekhez. Az remélem mindenki számára nyilvánvaló hogy ez a rendszer mennyire törékeny, és minden egyes lépésnél homokszem kerülhet a gépezetbe. Ilyen módon tehát létrejöhet a média túlhatalma, tehát előállhat egy olyan állapot, amikor a média nem tudósít, nem informál, hanem irányít. Egy közbeszúrt gondolat, ne feledkezzünk meg a szociális médiáról, ahol az informátor, a kapőr, a befogadó lehet akár egyetlen személy is, jelen esetben például én, hiszen én hozom létre a tartalmat, én döntöm el, hogy mi kerülhet bele, és ha nem iratkoztok fel a csatornámra, akkor valószínűleg én leszek az egyetlen, aki meg is hallgatja. Hogyan alakulhat ki a média túlhatalma, vagy hogyan vehet át akár irányító szerepet is? egyre több és több információ áll rendelkezésünkre, és egyszerűen képtelenek vagyunk ennyi információt befogadni. Az információ dömping hatására kialakul az információ atomizálódása, vagyis egyre töredékesebb információkhoz jutunk, egyre kevésbé vagyunk kritikusak a befogadott információkkal, vagyis hajlunk arra, hogy mindent elhiggyünk, amit mondanak nekünk. Tehát úgy is fogalmazhatok, hogy a média részéről egyfajta agymosás történik. Megszűnik az empirikus tapasztalás, vagyis egyre kevesebb és kevesebb dolgot tapasztalunk meg személyesen, ehelyett a média által teremtett világot fogadjuk el valóságosnak. Tehát a média teremti a valóságot. Média monopóliumok jönnek létre, ezek kevés ember kezében összpontosulnak, ők adott célok alapján választják ki, hogy mi a hír, tehát ők irányítják a közbeszédet és a közvéleményt. Zárásképpen a legnagyobb média konglomerátumok névsora.